Tehát Zetényi Csikás László 1945-ben született Tanyon, Csallóközben, és akkor ez a Magyar Királyság területe volt. Most felsorolnék egy-két jellemzőt, hogy jobban be tudjam őt mutatni. A Horthy Miklós Társaság Komárom Esztergom megyei elnöke, a Vitézi Rend volt törzskapitánya, a Kárpát-medencei nemzetőrség parancsnoka volt, és örökös parancsnok, mondhatni tiszteletbeli parancsnok. Háromszoros búvároktató, Három csillagos búvároktató, én írtam rosszul, és az EU-ban tagja a Driver Instruction World Association-nek, országos elnöke volt, a búvárok országos elnöke volt Csehszlovákiában, a néhai Csehszlovákiában. TDN vagy TPN? TDN. TDN Trainee, Direction, TDN Trainee, Trainee. Direction National, igen, ennek a azon kívül technikai búvármérnök, A2-es patentjét Kosztarikában szerezte meg. Azon kívül a Sportbúvár Világszövetsége tagja, jól mondom, ennek a rövidítése CMES, három csillagos oktató Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Kosztarikában van bejegyezve. És ami az egyik különlegesség, hogy nem csak ilyen értékes ember, hanem kiváló filmes, mint Kusztó kapitány, és filmjével világbajnokság. Te még élsz. Jó, de Kusztó kapitány csapatával dolgoztam 3 hónapot, azért az azt sem fel. Most még idézem őt, tehát mintha ő beszélne. Adalék őfelsége csatahajó SMS Szent István Zeinemeister Schiff elvesztéséhez és megtalálásához. Voltam már vagy 10 éves, amikor a barátommal emlékeztünk a csatahajónkra, és felidéztük annak vélt dicsőségét. Nem is tudom, hogyan emlékezhettünk akkor a nemzetünk dicső múltjára gyermekként. A Laci barátom akkor megépítette a hajó modelljét. Múltak az évtizedek, ma eljött az idő, amikor felnőttként, immár egy ismert búvárként lehetősége nyílt, hogy első magyarként lemerüljek a 76 éve keresett roncsra. Pár évtizedig foglalkoztam ezzel a témával, és most jött el a pillanat, hogy felismeréseimet közzé tegyem. Nem mint előadó, nem egy hallgatóság előtt, hanem egy tényfeltáró, egy ítélőszék előtt. 100 év telt el. Nevezzük meg az árulókat, idélkezzen majd mindenki. Csak magában nem mondja ki véleményet senki hangosan, legyen ez mementó életünkben, egy ősi fodász a mindenhatóhoz. Tisztelettel, Vitéz Zetényi Csukás, D. László. És ezzel átadom az előadónak. Köszönöm szépen. Én egy történésznek a írását fogom olvasni. Ezt olvasni kell szó szerint, mert ez lesz a gerince. Ez egy ismert dolog. Biztos, hogy pontosan ismeritek itt sokan ezt a történetet, de én oda mindig hozzá fogom tenni a megjegyzésemet, azt a tényt, amit feltártunk, és amiben hiszünk. És a végén remélem, hogy egy kis képet nyerünk arról, hogy valójában mi is történt. Mert a történész, én nem vagyok történész, se professzionális, se amatőr, én egy búvár vagyok, voltam, most már letettem ezt, mert idős vagyok. Aki érdeklődött ezután a gyönyörű hajó után, a történetet kutattam,
15 évet éltem Bécsben, és mint csehszlovák állampolgárt beengedtek engemet a levéltárba. Az igazgató úr mindent én nekem megmutatott, lehetőségem volt kutatni a Szent István csatahajó után. Szeretném azt elmondani, hogy a háború elvesztése után, ugye az utolsó mentő csónakig a győztesek mindent vittek. És a Tegetov, vagy a Viribus Unitis osztályt szétszették rosvasnak, a legmodernabb hajók, a csatahajókat, a legnagyobb osztályt, hogy nehogy véletlenül forduljon a kocka és vissza kelljen adni. Egyedül egy hajó maradt meg ebből az osztályból, a negyedik, a felsége csatahajója, a Szent István. Akkor tragédia volt, de ma nekem nagyon, nem vagyok monarchista, nem vagyok Habsburg párti, de a történelmünk közös volt, ugye majdnem talán 400 évig, úgyhogy ha én dicsérek valamit, az nem azt jelenti, hogy a Habsburgokat dicsér, vagy a osztrák-magyar monarchiát, ezt azért mindenki így vegyen engemet. Tehát egyedül a Szent István csatahajó maradt meg egészbe, egy hullámsírba, ami most már látogatható, nem mindenkinek, de látogatható, és a többi az beletolvaszva rosszvasnak. Tehát végeredmény, ja, és csatában, nem csatában, csak a csatába indulva az úton, ugye én kimerem mondani, remélem, hogy önök is, ti is ki fogjátok merni majd a végén mondani, hogy bizony ez egy árulás volt a legmagasabb szinten. És nekem ez tartott 30 évig, mire ezt így összeraktam, mire erre én rájöttem. Mert azok a információk, azok lassan jöttek be. Annyira gyűlölték a magyarokat, hogy sokan, nem mindenki biztos, de Ferenc Ferdinánd igen. Nem tudom, aznak nem tudtam utána nézni, ez egy információ, hogy nemrég a felesége Ferenc Ferdinándnak milyen nemzetiségű volt. Mert valaki azt mondta, hogy olasz. Szerb volt. Szerb volt, igen. Jó, köszönöm. Szerb volt. Na jó. Tehát onnét valahonnét az a gyűlölet Ferenc Ferdinándtól indult el, és hogy a történészek, ezt fogom olvasni a jegyzőkönyvekben, mind azt mondja, hogy ez csak véletlen, ez véletlen. De a végén, mikor ezt végigolvasom, akkor nagyon sok itt a véletlen. Ez így nem működik. Na, én olvasom a történetét úgy, hogy mikor kezdték gyártani, még, vagy ismerjük ezt, hogy időt nyerjünk? Nem ismerjük? Annyira. Jó, akkor végigszalog, ez nem sok egy oldalocska. 1906-ban az angolok vízre bocsájtották az első Dreadnought típusú csatahajót. Ez azt jelenti magyarul, ne félj te semmitől. 1908. október 5-én Bécsben a hadügyminisztérium elhatározta ennek az osztálynak a tervezését és a megépítését. Egyedül a Terzti Stabilimento Technico hajógyár a monarchiában volt képes ekkora hajót építeni. 1910-re készen voltak a tervezők és a gyárak az építésre. 1910-ben a haditengerészet főparancsnoka Gróf Rudolf Montecuccoli megrendelte az első két hajó építését. A hajók tervezése Siegfried Popper, a tengerészet hajómérnöke vezetése alatt történt. A negyedik hajó a magyar delegátusok kérésére a Bergudai hajógyárban, Ganz Danubiusban, Fiumében készült. Nem volt tengerészeti hadügyminisztérium, hanem volt a hadügyminisztérium, és ebben a negyedik osztálynak hívták, ahova tartozott a haditengerészet. Itt jelentkeztek a magyar országgyűlés döntésére a magyar delegátusok, hogy Magyarország akar építeni egy saját hajót, saját hajógyárban, saját pénzen. Ezt Ferenc Ferdinánd nem nagyon szívelte ezt az ötletet, és mikor, hogy milyen nevet adjanak, föltétel volt, hogy magyar neve legyen még, ez föltétel volt. Akkor mindent megtette a Ferenc Ferdinánd, hogy nem magyar név legyen,
nem mondom, milyen neveket mondott. Végül a király, császár döntötte el, hogy legyen az első magyar király Szent István a neve. Mikor keresztelték a Szent István csatahajót, Ferenc Ferdinánd nem is ment oda el, hanem a csehországi konopista kastélyában volt, és azt írta, hogy el van foglalva nagyon. Igen, el volt vadászattal, meg piát, sokat piátok. Ugye a csehék nyalták azt a részt, ami a gatyája alatt van, ezt tudjuk, és hát nem szívelték a csehék ezt a ötletet, mivel hát ők voltak azok, akik a ipart vitték a monarchiába. Mi Magyarországon, ugye mink mezőgazdasággal foglalkoztunk főleg. De akarta a magyar kormány, a vezetőség azt, hogy fejlődjön az ipar, egy ilyen hajót, hogyha le tudnak gyártani, az iparágok kicsit fölfejlődnek. Sárbelti Gyula, az SMS Szent István tervezője. Az a három hajó az egyforma volt, egy terv dokumentáció alapján építettek a hármat, de a Szent István csatahajót áttervezték. Na most a történészek mind azt írja, hogy rosszul volt megépítve, rosszul volt áttervezve, hogy kicserélték angol turbinákra, a jobbakra cserélték ki, az angoloktól vettek. Már rossz volt a turba, Szóval mi a válaszfalak, a vízmentes válaszfalak rosszul voltak megépítve. Ki lassacskán, amikor végigmegyek ezen, akkor kiderül, hogy nem volt rosszabb, semmivel, mint a másik három. Ez máma bizonyított dolog. Az SMS Szent Istvánt 1914. január 4-én engedték a vízre. 18-án ki akart hajózni, akkor egy gőzöst állta az útját, vagyis a útjába ment, és hogy megállítsák a hajót, ne ütközzenek össze, akkor leengedték a horgont a Szent Istvánról. A horgonlánc elszakadt. Na most, a lánc egy kikötői munkást agyoncsapott, egyet megsebesített. A Tegethoffal majdnem összeütköztek, ez véget, a manőver véget, hogy nem tudta a hajó megállni. Az uralkodó 800 plusz 400 koronát adott a családnak, amiből egy évig a család megélt. Volt egy tiszt, a Paulini tisztnek volt a feladata, hogy mikor a hajót a sólyára leengedték, hogy leellenőrizte a horgonyláncokat, és a egyik horgonylánc szét volt kapcsolva. Tehát mikor engedték le sólyáról, ugye nem tudott volna megállni. Akkor ezt visszaszereltette, összekapcsoltatta, és egy óra múlva, amikor engedték le, akkor a horgonylánc szét volt újra kapcsolva. Ezek nem véletlenek, ugye? És ezekről a dolgokról megjegyzik a történészek, de sokat nem is jegyzenek meg, vagy azt mondják, hogy hát ez rossz volt, ez nem így volt, de van bizonyíték most már mindenre. Nagyon sok halott volt és sebesült volt az építkezés, mikor építették a hajót. Hát ez sem vért, ennyi egyáltalán ez lehetetlenség, hogy 724 sebesült az építés alatt, a 6 halott. Hát ez hihetetlen, amikor többi hajót fölépítették, egy pár sérült el, ugye? Aki megsérült közben munkabalesetben. Voltak a hajónak bizonyos hibái, ezt tudjuk, de hát ez egy új típus volt. Háló volt, ugye már föl kellett szerelni hálót, a repülőgépből kidobott, kézzel kidobott bombák védelmé véget, felfogására. Igen. Most a reflektoroknak, nagy reflektorokat, egy méter át, mert láttam a víz alatt, a roncsnál nagy reflektorok voltak, és ezeknek magasat csináltak egy állványt, ami bizony egy kicsit a súlypontot, magasra került a súlypont, ez véget. Ami nem volt valami egészséges dolog, de hát a hosszanti egyensúly nem volt tökéletes. Most vagyunk, ezt kiveszem. Nem volt kiegyensúlyozva a hosszanti merülés, és az ösztűz esetén a hajó nyomástól megsérült egy ilyen próba lövő gyakorlaton.
Most egy nagyon érdekes dolog történt, hogy a 305 mm-es ugye a nagy ágyuk hüvelyei, amikor kilőtték a löveget, megolvadt az a rész, megolvadt, és besültek a ágyú csövébe ezek a hüvelyek, úgyhogy az ágyukat ki kellett szerelni az összes hajóból, a Tegetthoff osztályból, és Pilsenbe elszállítani, majd átfúrni. Ugye ez megállapították, hogy olyan kompozíciót kevertek bele, úgy csinálták meg ezt a öntvényt, hogy az besüljön, elolvadjon. Tehát szabotás volt, történt. Na, most én felolvasnám a hajórajparancsnok és Szent István parancsnokának, Heinrich Zeitz sorhajókapitánk a jelentését. Itt lehet, hogy valami ebből hiányzik, mert ez nem olyan hosszú, egy jó oldal, és én mindegy fogom mondani az én nekem a észrevételemet. Idézem, megerősített és éber őrszolgálatot és figyelőszolgálatot vezettünk be. Ugye, mikor elindult az a otrantói csata, a otrantói zárat akarták felszabadítani, hogy ki tudjanak hajózni a hajók a földközi tengerre, és ott voltak a pólai kitőben és a német tenger alattjától, azok se tudtak kimenni. Ez nagyon fontos művelet lett volna. Hálóval, meg mit tudom, a halászok az Antant elzárta, hogy ne tudjunk kihajózni. Hogy a turbulás csapágya eltűzesedtek, és a sebesség 0-2 órakor a gépüzemvezető jelentette, hogy a turbinák csapágya eltűzesedtek, és a sebességet 12 csomóra kellett csökkenteni. Idézet bezárva. A visszaemlékezésekből azt tűnik ki, hogy a főtengely, a hajócsavar tengelye melegszik, a csapágy nem a turbinán, hanem a tengely, ami ment a propellerről, annak a csapája. Az oka, hogy homokot szórtak a csapárba, ezt tudott dolog, és melegedett, ugye? Idézet, először a hátsó kazántérbe tört be a víz, és a helyiséget ki kellett a Premula szigettől 9 mérföldnyire ki kellett iktatni. Igen, én itt 3-as pont van, tehát ő kihagyott valamit. A Premuda szigettől 9 mérföldnél tompa robbanás hallatszott a jobb oldalon, az első kazántér magasságában, melyet néhány másodperc múlva valamivel hátrább a hajó fara felé egy második követett. Ez volt a két torpedó. Tehát fönt csak egy tompa robbanást hallottak. Miközben az előső kazántérben a vízbetörés csak később és lassabb ütemben következett be, parancsot adtam a légponyva előkészítésére. Na most a légponyva 5x5 méteres volt, és azok a lukak, láttam, azok nagyok, tehát ez nem működött. A két torpédónak a lukja ott megvan. A légponyva előkészítése a jobb oldali rekeszek lezárására, valamint arra, hogy készüljenek fel a Tegetthoff általi vontatásra. A lövegtornyokat elfordítottuk balra, mint az a merüléseknél kiderült, a torpedó által okozott lyuk olyan nagy volt, hogy azt az 5x5 méteres légponyva nem tudta betakarni, ez a én hozzászólásom. Idézet újra. Annak érdekében, hogy az újabb lassú, de állandó dőlést csökkentsük, a bal oldalon vízzel árasztottuk el a hátsó és előső lőszerkamrákat, és ez a intézkedés rövid ideig hatásosnak bizonyult. Az ötödik lőszerkamrából a Bergauer szivattyúval pumpáltuk a vizet. A hajóban tompa pufonása kísért rázkodás volt érezhető, valószínűleg egy rekesz szakadt át. Idézet bezárva. Na most ezt a harmadik robbanást hallották, olyan robbanásnak, mint a torpedó, ugye fönt a fedélzeten. Na most az, hogy ide írja azt, ide meri írni, hogy valószínűleg egy rekesz szakadt át, persze, ezt aztán fölkapták a csejek, rosszul volt a hajó, gyöngén megépített, azért a vízmentes rekeszek beszakadtak. Csak hogy egy más dolog történt, majd mindjárt rátérünk. A hajó oldalán két hatalmas lyuk van, a torpédók után. Ugye itt
A pléhek befelé vannak hajulva, befelé, ezt láttam saját szememmel. De van egy harmadik is, amely minden bizony arra utal, hogy ezt a hajó belsejében robbant töltet okozta. A harmadik lyuk, az kifelé hajlanak a pléhek. Tehát bévül robbant egy töltet. Na majd, ha odáig eljutom, hogy stabilizálták a hajót, a hajó ugye lemerült egy bizonyos métert, vagy mennyit, de aztán meg, kicsit megdőlve megállt. És mikor jött a harmadik robbanás, akkor aztán nagyon gyorsan elsüllyedt. A dőlés egyre nagyobb lett, ugye a harmadik robbanás után, a jobb oldali vétfedélzet már a víz alá került. Rejk, sorhajó hadnagyot a fedélzetre küldtem, hogy sorakoztassa fel a legénységet, és intézkedjen a hajó elhagyásra. A felső parancsnoki hídon rajtam kívül, már ahogy azt megfigyelhettem, Massion, sorhajó kapitán, Néman, fregathadnagy, néhány kormányos és a fényszóró kezelő legénység maradt. 6 óra 05 perckor a Szent István csatahajó felborult, és 7 perccel később a gerince is eltűnt a víz alatt. Pozíció körülbelül 44 fok, 16 perc észak, 14 fok, 13 perc kelet. Na most ez az a pozíció, ahol keresték ez az utolsó pozíció, vagy ez lett megadva a utókornak. Ez körül a hajóban. Nem volt, ezért keresték 76 évig. Van tudomásunk, hogy egy zágrábi búvár járt oda rabolni a hajót, úgyhogy tudták valakik, de nem tudta nyilvánosan a nagy közönség, és hogy ki tudta még, azt én nem tudom. Na most 10 mérföldre odébb van a hajó, az ugye, az 16 kilométer, tehát ezért nem találták meg. A Tegethov és a torpedonaszárnok a csónakjaik lebocsátásával vettek részt a legénység mentésében. A tisztika magatartása minden dicséretet megérdemel. A legénységnek csak igen kis töredékét kellett a tiszteknek a kötelességeikre figyelmeztetni. A legénység zöme igen jól viselkedett, és sok esetben került sor bátor és önfeláldozó cselekedetekre. Végezetül hozzá kell tennem, hogy a hajó egyes konstrukciós és építési részletei elégtelenek bizonyultak, hazugság, ezt a kapitány írja, hogy elégtelenek bizonyultak. Emellett az esetünkben különösen érvényesült mindig a nyomasztóan ható tiszt hiány. Ezt nem tudom, hogy volt, igaz volt, vagy nem, ezt nem tudom. Most idézet bezárva, én hozzászólaltam, Zeitz sorhajó kapitány az indulás napján lépett a hajóra, ami nagyon szokatlan volt, vagyis az indulás előtt egy órával. Hát a többi hajókra ott voltak már sok napon keresztül a kapitány, és irányította az indulást, meg az előkészületeket. Így nem tudta személyesen irányítani az előkészületeket. Továbbá kiderült, hogy ez a hajó nem volt semmivel sem gyengébb építésű, mint a többi. A hajóra parancsnokot és a hajóra törzsét a 81-es torpedonaszárnyát kimentette és átadta Tegethovnak. Amikor az összes úszó embert kimentettük, a Tegethov a biztosító egységekkel együtt elindult. Ezt írja a Zeitz sorhajó kapitány, a Szent István csatahajó kapitánya, parancsnoka. Nem említi azt a dolgot, hogy a Póla nevű szenes hajóra vitték a fele embert, a legénységet, a tiszteket, azokat átvitték mindjárt Pólába, vagyis igen, Pólába az admiratásra. De a fele legénységet fölrakták erre a szenes hajóra, amely ugye nyitott tartályokból álltak, a hajó test, amiben víz volt. És a fedélzeten csak egy keskeny járóka volt, ott álltak így az emberek. Persze, hogy azt majd fogom még olvasni, úgyhogy most ez csak, ezt nem említi a kapitány úr.
A másik, a Tegerhofnak a parancsnoka, Pergler von Perglas, sorhajókapitány, a Tegerhof parancsnokság jelentése. A császár és király flotta parancsnokságnak 1918. június 12-én két napjára a tragédia után. A Poreri világítótorom körülbelül 8 tengeri mérföldnyire a sebessége 12 csomóra kellett csökkenteni, amint később kiderült a Szent István egyik csapátjának átüzesedése miatt. Itt már csak csapágyot ír, nem éri, hogy a turbinál csapágy. A kötelet el kellett vágni, ugyanis megkötötték a Szent István csatahajót a Tegetovhoz, hogy az part közelbe húzza a sekély vízbe, hogy ne süllyedjen el. Gyors ütemben leeresztettünk minden csónakot, hogy bekövetkező mentésben segítsünk. A Szent István 05 óra 58 perckor lassan a jobb oldala felé kezdett borulni. A még ebben a helyzetben is a híd felső részén tartózkodó parancsnok a törzsének odatartozó tisztjeivel együtt a vízbe repült. A fedélzeten példás nyugalommal összezúfolódott legénység részben a ferde fedélzeten a vízbe csúszott. Néhányan a hajó orráról a vízbe ugrottak és elúsztak. Néhány száz ember a hajó lassú borulása közben felkúszott a hajó bal oldalára és lassan feljutott a gerincre. Zömmük azonban, akik nem tudtak megkapaszkodni a gerincen, a hajó visszalengésekor újból lecsúsztak. A könnyű sérültek nagy száma ekkor keletkezett, mert a hiányos öltözékű embereket összeszabdalták a hajófenéken megtelepedett kagylók. Szeretném itt hozzátenni, hogy a kutatásom alatt Bécsbe a haditengerészet levéltárába van egy anyag, a kórházi eredetű napló, ahol ezek a sebesülések nem kicsik voltak, hanem nagyon is komoly sebesülések voltak, a kagylók, amit okoztak. A hajó a gerincével felfelé orrával a víz alá merülve még kb. 5 percig lebegett a víz felszínen. A Kingston fenék szelepeken sűítve tódult ki a hajót, fenntartó, összepréselt levegő, azután a hajó lassan elmerült. A vízbe úszó emberek mentésében a Tegerhof csónakjai mellett hamarosan részt vett az összes biztosító haja. A kikötő bejárata előtt 3 tengeri mérfölddel az egyik baloldali biztosító egység kifordult, ugye mikor már mentek vissza Pólába, kifordult az alakzatból, majd visszatérve jelentette, hogy egy sodrótó akrát észleltek. Ugye a kikötőnk előtt, a mi felségvizeinken. A Katina-sziget mellett elhaladva 5 halászcsónakot láttunk, a legénységük a közben a parton tartózkodott, idézet bezárva. Itt is árulás történt, a saját kikötőjük bejáratába az olasz érzelmű halászok, idézőjelben a halászokat, akrákat engedtek el a visszavonuló hajók útjába. Tehát nagyon érdekes, hogy tudták, hogy ezek vissza fognak jönni, tudták, sok mindent tudtak előre, hogy mi fog és hogy fog történni. A torpedonászádokról átvettük a Szent Istvánról megmentett embereket, 32 tisztet és 845 főnyi legénységi állományú tengerészt. A sebesülteket először a torpedónaszárok orvosai látták el, majd átvételük után friss kötéseket kaptak. Közülük sajnos szerda tengerészkadett és 11 fő legénységi állományú meghalt a Tajer felé vezető úton, egy matrosz pedig rövide a Tegerhofra való átszállítása után. Ekkor már megalapíthattuk, hogy az eltűntek között szerepelt a 160 fő legénységen kívül maxon, de rövid sorhajó hadnagy, Müller tengerész zászlós és Sarnitz gépüzemvezető is. Na most térjünk vissza Maxon de rövid személyére, ő egy tiszt volt, a gépházakba volt beosztva, mint tiszt. Az, mikor látta, hogy megálltak a turbinák, a gőzgépek, akkor az emberével lement
alaksorba, és beindította ezeket, és újra indította a pumpákat, áramellátás. Mikor már nagyon komoly, mikor a harmadik hanem a robbantás bévülről megtörtént, és kezdett süllyedni a hajó, akkor rájuk zárta valaki a páncélajtót, hogy ne tudjanak kijönni, úgyhogy mind ott megfulladtak. Csak úgy mellesleg, ugye ez nincs itt leírva, de tudjuk. Na jó. Akkor olvastam az interneten a napokban, hogy ki is volt ez a Maxon, de rövid. Fogom vetíteni, majd lehet, hogy ha nem felejtsük el, ki vetítem a nevét. Elsőnek van írva a halottak között, és ugye a rövid az tipikus. Az van írva, hogy cseh ember volt, Csehországban élt, ott született. Hát nem ott született, hanem a rövid az tipikus, ugye cseh név. Ő betű a cseh nyelven nincsen, nem ismernek ilyen betűt. És azt hiszem, hogy Sáros, vagy ott van, hogy hol élt, hol született Sáros. Valahol kelet, majd Kelet-Szlovákiában gondolom én, de nem nyomostam ezt ki. De magyar ember volt. Hát. A torpedonaszárdokról eltvett emberek zöme többé-kevésbé mesztelen volt, és csak részben viseltek némi fehér nemét. A tegetofon kiosztott egyenruhából csak szűkösen jutott a csupaszoknak, de meleg étkezéssel legalább pillanatnyi enyülés sikerült biztosítani minden embernek. Juba Feri bácsi kutatásai után tudom azt, hogy a valóság az, hogy valaki sapkát, vagy gatyát, vagy inget kapott, de nem teljes öltözéket. A jó... Idézet kezdődik. A jó rajtparancsnok utasítására kimentettek, elszállítása két turnusban történt. A jó rajtparancsnok, hát ez egy Szenrik volt. A három dal Kaiman típusú torpedonaszáddal, melyek 11 órakor már Szebenikóba érkeztek. Az embereket a pólára kellett átszállítani, mert ez a hajó fiumei rendeltetéssel üresen horgonzott Szebenikóban. A legénységgel együtt távolodott a Szent István tisztikönek egy része is. A tiszteket nem vitték a pólhajóra, azokat egyenesen szállították, aztán csak a legénységet tették erre a szennes hajóra. Folytatom. Mielőtt még a Szebenikóból visszatérő torpedonaszárdok másodszor is elindultak volna, vagyis a másik 400 valamennyi emberrel, hogy fölrakják még a pólára, nem is tudom, hogy fértek volna fel, akkor Szent István megmaradt legénységével a 13 mas számú jelzőállomáson keresztül parancs érkezett a flotta parancsnokságtól a művelet félbeszakítással és az összes biztosító egységnek a pólába történő bevonulása. Vagyis csak a felét tettek fel a pólára, a másik felét parancs szerint már beszállították pólába. Ennek megfelelően a Tegetthoff június 10-én 21 órakor az összes hajóegységgel, amelyekhez még két Kaiman típusú torpedonaszárd is csatlakozott Szebenikóból elhagyja Tajer kikötőjét, vagyis még a tragédia napján. Egyértelmű, ez a én hozzászólásom, egyértelmű, hogy a hajó parancsnok kötelessége, ki élve maradt, gondoskodni a hajótöröttjeiről. A vallomás szerint a hajótörött legénységet a Poló nevű hajóra szállították. Valójában milyen is volt ez a hajó? Nos, ez egy szénszállító hajó volt, nyitott raktárokkal, amelyekben magasan állt a víz. Így a hajótöröttek állva be lettek zsúfolva keskeny fedélzeti fémből készült járókra. Történt ez június 10-én, és ők vártak és vártak. Éjjel, akiknek volt helyük, azok lefeküdtek hasra, majd a hajnali pára, amely a hátukon lecsapódott életeket mentett meg, mivel azt nyalták le, hogy némi vízhez jussanak. Majdnem mesztelen emberek szorosan egymáshoz simultak éjjelenként, hogy némileg felmelegedjenek. A nyílt vízen teljesen izolálva voltak, segítséget nem kaphattak. Ha a partol csónak közeledett hozzájuk, azokat lőni kezdték a parti egységek, vagy a ott cirkáló, vagy várakozó többi hajók.
tehát parancsot kaptak, hogy legyenek teljesen elszigetelve. A harmadik napon egy torpédóhajó ételt hozott neki, körülbelül 125 g gulyást kapott mindegyikük. Közben tiltva volt, hogy egymás között szót váltsanak, inni viszont nem kaptak. Egy kis folyadékhoz jutottak, akkor, amikor jött a Osztra nevű vihar, és eleredt az eső. Már sokuknak tudathasadás és tudatvesztés lépett fel sokuknál. Visszamegyek az ötödik napra, amikor fölrakták a ötödik nap, felmerült a kérdés, hogy érvényesítsék-e a túlélés érdekében a kannibalizmust. És döntöttek. Eltáncolták az őrült kannibálok ördögi táncát, és jót nevettek a gondolaton, hogy kínukban egymást akarták felfalni. A hetedik napon, június 17-én a halálra gyötört, és és hihetetlenül megalázott tengerészeket elhozták Pólába, végighajtották őket úgy félmeztelenen, vagy teljesen meztelen a főutcákon, a kaszárnyába, és ekkor kaptak először rendes étkezést a kaszárnyába. Én nagyon sokáig, 20 évig gondolkodtam azon, ez az információ Juba Fadi bácsitól van nekem, ő nyomozta ezt ki, hogy miért csinálták ezt velük. És rájöttem, nemrég rájöttem, a megfélemlítés. Ugyanis ezek az emberek tudták, hogy mi történik. Bizonyíték az, hogy mikor szedték össze a vízben ugye úszó hajótörötteket a Szent Istvánról, mikor odaértek a Zeitz sorhajó kapitánhoz, akkor őt eltolták, nem vették föl. Egy mentőcsónak se vette föl, míg aztán valaki majd a végén, legvégén fölvették ők. Ők tudták, hogy itt valami nagy baj van. És ez a megfélemlítés csak azért történt, hogy ne beszéljenek, hogy mi történt. Hogy az egész hadművelet ugyanis el volt árulva előre. És a egyedüli cél, a fő cél az volt, hogy a Szent István hajó el legyen süllyesztve. A hajóvezetés kellemes kötelessége és a királyi flottaparancsnokságnak jelenteni, hogy a tisztikar és a legénység az átélt idegfeszítő pillanatokban mindent elkövetett, hogy a legjobb tudása szerint tegyen eleget a követelményeknek. Testvérhajóink pusztulása, amely eddig büszke vezérhajónk volt, és amelyet ennyi lelkesedéssel követtünk, az új babérok leszakításáért mélyen a szívünkben markolt. Ezt ugye írta a Tegetthoff kapitány. Ha a tisztikar és a legénység számára a legjobb bizonyítványt kell is kiadni, a szellem, fegyelem és a munkateljesítmény véget, a hajóparancsnoknak mégis külön ki kell emelni Bastendorf korvettkapitány és dr. Janis a sorhajó orvos teljesítményét. A hűkötelesség teljesítés kereteit messze meghaladó önfeláldozásukkal példát mutattak mindenki számára. Ha a Szent Istvánról megmentett bajtársak hálás emléket visznek magukkal, az állátosukkal kapcsolatban, a Tegetthoffok eltöltött rövid tartózkodásukról, akkor ezt a fentebb nevezetteknek köszönhetik. Aláírás Pegler sorhajó kapitány, a Tegetthoff parancsnoka. Én hozzászólásom. Elfogadom Pergel sorhajó kapitánynak a vallomását, mivel az SMS Tegetthoffon a hajótöröttek ellátást kaptak. Igen. A sorsukról ezután rendelkezett kötelességben Zeitz sorhajó hadnagy kapitány, az SMS Szent István volt kapitánya, hogy miként azt megismertük az előbbi vallomásokból és a felmaradt ismertekből, melyeket megpróbáltak eltitkolni és ködösíteni. A felderített valós tények révén Keil admirális parancsot adott ki a tettesek felelősségre vonása. Az ő távirat a Pólába az admiralitásra 1918
Október 10-én érkezett meg, azon a nap, amikor megszűnt a haditengerészet. A nyomozás meg lett állítva. A vizsgálat, a hadművelet előkészítése. A császár és király parancsnokság Hortinak a Pólába történt visszaérkezése után vizsgálatot rendelt el. Alfred Csicsoli ellentengerlet elnökletével bizottságot alakított, melynek Johann Firmian gróf ellentengernagy és Franz Laufer sorhajókapitán voltak a tagjai. A bizottság áttanulmányozta az összes írásos beadványt, és kihallgatta mindazon személyeket, akik a Szent István megtorpedozása és elsüllyesztése körülményeinek felderítésében számításba jöhettek, mint tanúk vagy szakértők. A Pólában 1918. augusztus 1-én kelt 4908 PK jelzésű jegyzőkönyv, a csak olasz nyelven meglévő fogalmazvány fordítása s a következőképpen hangzik. 40 az említett irat szigorúan titkos. A flottaparancsnokság az otrantói szoros elleni vállalkozásra a mellékelt utasításokat adta ki. Hiányoznak. Nincs, nem volt megtalálva. Ezt a hadműveleti tervet a parancsnokok az elosztó szerint megkapták. A Viribus Unitis csoport a flottaparancsnok parancsnokság alatt június 8-án a parancs szerint kifutott. Június 9-én délután Heinrich Zeitz sorhajókapitány az első csatahajóra egyben a Szent István és a második hadműveleti csoport parancsnoka magához kérte Tegethoff és a csoporthoz beosztott 7 biztosítóhajó parancsnokát, hogy megbeszélje velük a tervezett vállalkozást. Az egyes parancsnokok számára az mellékelt vázlat szerint kijelölték a menet közben elfoglalandó helyet. Ez a vázlat hiányzik. De akkor hol van? Stanislav Witkowski korvettkapitány, a velebit romboló parancsnoka tagadja ennek a rendelkezésnek a kiadását, és a továbbiakban is kitart az állítása mellett. Hogyan lehetséges ez? A törzsfőnök és érintendő világítótornyok készenlétbe helyezését és a pólai kikötőzár kinyitását illetően utasításokat kért a hajórajparancsnoktól. A hajórajparancsnok úgy tűnik nem tulajdonított különösebb figyelmet a két utasítás második részének, mivel megjegyezte, hogy a kérdések rendezésére már elküldte Friedrich Niemann fregatthadnagyot a tengeri kerületparancsnokságra. A tengeri kerületparancsnokság viszont azt állítta, hogy csak a világítottak aktív vizálására kapott parancsot, továbbá azt, hogy csak az ez időben tengeren tartózkodó egységek után érdeklődtek. A hajórajparancsnok csak a hajóraj kifutása után előtt 20 perccel vette észre, hogy a semmi előkészület nem történt a kikötőzár kinyitására. Itt arról van szó, hogy ki tudjanak futni hajók, ott volt egy zár, amit ki kellett nyitni, erről beszélek itt most, és a legerőteljesebben követelte a nyitást. Ekkor tudta meg a törzs főnökét, hogy ez ügyben nem ment ki parancs. Heinrich Zeitz sorhajókapitány azt gondolta, hogy ezekről a részletekről a törzs főnök gondoskodott. A késerelemnek azonban nem tulajdonított különösebb jelentőséget, mert úgy vélte, hogy azt később behozhatja megnövelt sebességgel. Itt megjegyzem, hogy a valóság az, hogy nem tudták nyitni a zárat, nem tudtak kihajózni, így ketté választották a flottát. Ez a osztály, ez a része a lemaradt. Ehhez én képtelen vagyok hozzászólni, mivel a tudomásom szerint, ez az én jegyzetem, a nagy gondol megtervezett hadművelet olyan részletekben volt kidolgozva, hogy elképzelhetetlen a számomra ekkora felfordulás a kikötőzár nyitásánál, ami nagyon fontos művelet volt, az időtartás véget. Ismételten felmerül bennem a kérdés, hogy a tények tudatos fedítése az összezavarás jegyében nyilatkoznak-e az érintettek. Viszont van egy verzió, hogy egyszerűen elrontották a zárat, és csak késve tudták biztosítani a kihajózást. A célja valakinek az egység kettéválasztása volt.
A 78-as torpedónon szállt 3 óra 15 perc körül a Szent István első árboc csúcsán lévő jelzőlámba rövid, hosszú felvillanását észlelte. Ugye teljes sötétségbe, titokba hajóztak ki, amelyet más egységek is megfigyeltek, ha nem is határozottan. Valamivel 3 óra 30 előtt a Szent István őrtisztje Szent Györgyi Szegner Jenő sorhajóhadnagy ellenőrizte a biztosító egységek pozícióját, mindegyik a helyén volt, és távcsővel megfigyelhette őket. A én megjegyzésem nagyon fontos felvetés. A sötétben az SMS Szent István valakinek fényjelzést ad, hogy ha-ha, itt vagyunk, ide gyere, majd jött a válasz a két torpedó. A Szent István csatahajó megtorpedozása. A Szent István parancsnoki elnézést nem illik, hogy csak Szent Istvánt mondjak, mindig oda kell mondani, hogy Zájnem Majsztási vagy csatahajó, de ezek nem az én írásaim. Ez a jegyzőkönyv. A Szent István parancsnoki hídján nem hallották a rádiójelzést, ellenben hangos kiáltozást hallottak a 76-os fedézetéről, és egyúttal észrevették a saját hajók felé tartó két torpedó nyomvonalát, amelyeket a megkezdett fordulás ellenére sem lehetett kikerülni. Az első torpedó előső, a második a hátsó kazánház tájékán csapódott be. A parancsnoki hídon két tompa robbanást éreztek. Ugye ott is csak tompa robbanás. A második vízoszlop magasabb volt az elsőnél, amely fehéres színű volt, míg a második sötétnek látszott. Az árbockosárban tartózkodó két figyelő jelentette a torpedókat, amikor azok 100-200 méter távolságban voltak. A tüzértiszt mindkét robbanást tompának jelezte, az éppen a harmadik kazánsornál tartózkodó gépüzemvezető pedig a hajót erősen megrázó fülsiketítő robbanásnak minősítette a detonációt. Ezt azért fontos, mert majd a harmadik torpédó, vagyis a harmadik robbanás is mindjárt szóba kerül. A hajó azonnal 10 fokkal megdőlt jobbra. Feltételezhető, hogy mind a két lég a vízvonal alatt 5-6 méterre lehetett. Ott már nem volt páncélozás, mert az csak a víz színétől lényegében kezdődött fölfelé. A robbanás nyilvánvalóan áttörte a hajó külhéj lemezeit, a dupla hajófalak közötti keszont és a torpedó elleni hosszanti válaszfalat. Az előső kazánházban felszakította a hamu kiöntő aknát, amelyen egy 30 cm átmenő vízsugár lövelt a térségbe. A hátulsó kazánházat eltaláló torpedó nagyobb pusztítást okozott. A hátsó szénkamrában feltépte az első robbanástól meggyengült rekeszfalakat, a jobb oldal, itt dupla fal volt, hogy tudjuk, ugye kettő, ha egyiket elszakítsa, még a másik ott van. A legény lengéscsillapító hosszirányú borda felől igen erős vízbetörés támadt a kazánok alatt. A kazántér csak hamar megtelt vízzel, úgyhogy a szükséges biztonsági rendszabályok végrehajtása után ki kellett üríteni. Ennek a kazának a fő gőzvezetéket elzárták, hogy lehetővé tegyék az előző kazántér kazánjainak működését. Ebben a kazánházban röviddel az első torpedó találat után rostélyok elárasztása miatt ki kellett iktatni mindkét jobboldali kazánt, majd kisváltatva a középső kazánokat is. A két fennmaradó kazán a növekvő dőlészők ellenére is majdnem az elsüllyedésig üzemelt. Maxon Robert szerepe itt, említettem, hogy Maxon Robert az emberével lement, és üzembe helyezte ezeket a kazánokat, és a üzemeltetést mind végig a felfordulásig, amíg a hajó átfordult, addig üzemeltették a kazánokat, úgyhogy működött, és míg az a harmadik titokzatos robbanás nem történt, a stabilizálódott a hajó. Lesüllyedt, ugye, mert vízzel telítődött egyrészt, a vízmentes válaszfalok működtek, tehát nem szakadtak be sorba, mint ahogy mondják, mert akkor már régen elsüllyedt volna, nem 2,5 vagy hány óra múlva.
De mikor az a harmadik robbanás volt, aztán elkezdődött azonnal, sőt, az egy nagy robbanás volt bévülről. A torpedó találat után közvetlen, amikor a hajó lelassított, a legénység néhány tagja a vízbe úrott. A 78-as torpedonoszát haláztak ki őket ellenük, hadbírósági eljárás indult. A süllyedő hajóról először a patkányok menekültek. Ez az én megjegyzésem. Őket bűnösnek találták, és elítélték, valami büntetést kaptak, nem olyan nagyot. Lényegében nagyon lehet sejteni, hogy ezek részt vettek abba a merényletbe, ami a saját soraiból történt, és ami elő volt készítve. A világítás az állandóan csökkenő gőzgyomás miatt 05 órakor kialudt. A dőlésszög állandóan nőtt, úgyhogy a parancsnok elrendelte az alsó helyiségek kiürítését, valamint a még üzemelő kazánok tüzének kioltását. Egy tompa robbanás valószínűleg egy válaszfal átszakadása, utána a hajó lassan borult kelt. Ez a harmadik, az a tompa robbanás, amit fönt tompának hallottak. De ami bévül lett fölrobbantva, hogy az a harmadik lyuk, ami kifelé van, amit említettem. Mikor már fedélzett és a víz színéhez ért, hangzott a parancs, minden ember hagyja el a hajót. Igen, idézet bezárva, én hozzászólásom. Ismerjük az előző két tompa robbanást, amely a hajótestben egy óriási hangos robbanásnak tűnt, most itt van a harmadik. Emlékeznek arra a harmadik lyukra a roncson? Azt belső okozta kifelé szakítva a lemezeket. Nem a vízmentes válaszfal beszakadása okozta, hanem egy robbanő töltet, amelyet bévülről helyeztek a hajó oldalára. Most érthető az állandó hangsúly, amely kimondja, hogy a hajó rosszul volt építve. Gyönge válaszfalakkal, stb. Idézet, 06:05 a Szent István csatahajó felborult. A lövegtornyok kiestek a csapágyaikról, ez az akkori jelentés. Emiatt a hajógerinc egy kissé jobban kiemelkedett a vízből, majd ezután a hajó végleg elsüllyedt. Néhány éve ezelőtt a Szent István roncsát kutató búvárok megállapították, hogy a lövegtornyok helyükön maradtak. Ez a megállapítás tőlünk származik, attól, ahol én is abban a csapatban még fedeztük föl ezt. A cikk szerzőjének megjegyzése. A legénység mentésében minden jelenlévő egység részt vett. Veszteségek. Tisztek 1 halott, 3 eltűnt. A legénység 13 halott, 72 eltűnt, 29 sebesült. További út. Azután, hogy a Tegetthoff 10:38 horgont vetett Portoló tájérban, a Szent István összes túlélőt, 32 tisztet és 845 fő legénységet átvették a kísérőhajók. Ennek felét 3 torpedonoszát Szebenikóba, Sibenik szállította, a többit pedig, mivel parancs érkezett a vállalkozás félbeszakítására, Tegetthoff Pólába vitte. Na most, igen. Igen, az első felé kelt a Póla a Szenes hajóra. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a fele legénységet föltették a Póla hajóra, ahol 7 vagy 8 napig ugye éhen szomjan tartották őket. Megfélemlítés céljából. A titoktartás. A hadműveletet erősen titkolták. Még Pólában levő magasabb parancsnokságnak sem tudták, Pólában volt adminalitás, sem tudtak róla. A résztvevő parancsnoknak csak az utolsó pillanatban hozták tudomására a hadműveleti parancsot. És az egyes hajók fedélzetén senki sem tudott a tervezett vállalkozáson. A kísérőhajóknak és csak az első éjszaka útirányát és az úti célját adták meg, másrészt azonban a tervezett hadművelet sikerének előfeltétele volt az egész flotta teljes harckészültsége. Ezért a szabadságolt személyzetet legalább 14 nappal korábban vissza kellett hívni. Megtévesztési célból azt a hírt terjesztették, hogy az első hajóra gyakorlásra fut ki a Fazana csatornába.
Jellemző viszont az a tény is, hogy Bécsben nyíltan beszéltek a vállalkozásról, és az is, hogy Dalmáciában és az albán partokon biztosra vártak a csatahajók megjelenését. Még ha ellenség tudott is a tervezett vállalkozásról, kizárt, hogy olyan részletes információk birtokában lett volna, amelyek lehetővé tették azt, hogy a maszok, azok a gyors járatú, ugrós, 15 méter hosszú két torpedót és egy géppuskát hordó olasz csónakok voltak, amelyik kilőtt az egyik, a maszt 15-ös lőtte ki a Szent István csatornát. Lesállásban az előre látható útvonalra. Ezzel szemben viszont nem zárható ki teljesen az, hogy Pólai kikötőből való kifutás közben a rövid ideig egy fényszóra által megvilágított Szent Istvánt az ellenség egyik felderítő repülőgépe meglátta, de ebben az esetben valószínűtlen a 4 órával később bekövetkezett támadás. Hát ezek feltételek. Vélemény. A jelzőlámpa villanását az árboc csúcson nem lehetett kinyomozni, mert bizonyos anyagdeformálódás miatt előfordulhatott egy nem szándékos üzembe helyezés, de nincs kizárva szándékos működtetés is. Na most itt azt kell itt hozzáfűznöm, hogy a tragédia előtt jelzést adtak le Luigi Rizzónak, a MASZ 15-ös kapitányának, hogy itt vagyunk, ez a Szent István, ugye 2:30 vagy 2:30 volt, és éjjel, sötét volt. Ugye, tehát ez van. Na, idézőjel kezdődik. A nagy sietségében elfejtették elrendelni a csoportnak a Pólai kikötőből történő kifutására a kikötőzárak időbeni kinyitását. Ez a szóbeli parancs félreértésén alapult. Hát megyünk harcba, egy összes hajó, összes repülő, minden elindult, és elfelejtették elrendelni, hogy hát ki kell nyitni a kaput, hogy az a második része a csapatnak, mert első része az már elindult egy pár órával előtte, hogy az is ki tudjon menni, elfelejtették ilyen kinyitni a kaput. Hát egy kicsit nevetséges, de mindegy. Minden esetben a törzsfőnök feladatai közé tartozott az, hogy meggyőződjön a kiadott parancsok pontos végrehajtásáról. Enyhítő körülmény, ezt írják ők magukról, enyhítő körülmény a hiányzó tervezési tapasztalat, mivel az idősebb tiszteknek rendelkezniük kellett volna, és akiknek kötelességük lett volna közbelépni, amint az ebben az esetben is kitűnik. A csoport 1 órás késéssel kelt át a kikötőzárakon. A Tegetthoff harci naplójában megadott időpontok se nem teljesek, se nem helytállók. A hajótól, a bolyától való elindulás és a Perikoloszó világítótoron előtti fordulásig nem található feljegyzés, amely kérdésessé teszi a hajónapló vezetésének célját. Hát ezek nagyon érdekes tények. Ez a jegyzőkönyv része. Most az én hozzászólásom. Nékem most úgy tűnik, mintha rulettasztalnál vagy a kártyabarlangban ülnék. Minden csalás, hazugság meg van engedve, csak rá ne jöjjön a károsult. A hajózás a Szent István megtorpedozásáig. Néhány csapágy felmelegedését, amelyek közül csak a baloldali turbina főcsapágya befolyásolta hátrányosan a menetet, az üzemi tapasztalatok hiányának kell felrólni. Hazugság. Behajózott gépészfőnökök egyike sem csinált végig a hajóval említése méltó utat, magát a gépüzemvezetői stábját és stábját is csak rövid az indulás előtt hajózták be. Hát nem a turbina csapágya, hanem a főtenger csapágya melegedett, mert ahol hozzáfértek, és homokot szórtak bele. A titoktartás. Az abszolút titoktartás célzó intézkedéseket bizony értelmetlen túlzásba vitték, de ez mégsem járt a kívánt eredménnyel. Bécsben és a monarchia déli részén is már jó idővel a hadművelet előtt beszéltek a vállalkozásról, és a hírek alapvetően meg is feleltek a valóságnak. Nem valószínű, hogy a tervet útvonat elárulták volna, írja a jegyzőkönyv, mert azt szándékosan a szokásos útvonaltól eltérően választották meg. A kifutás napjának és órájának eláruláson sem lelehető fel bizonyíték. A Szent Istvánnak a kifutás alatti
rövid megvilágítása a gyanúra adhat okot, de ezt valószínűtlennek lehet tekinteni. Az ellenséggel való találkozás, amint az ellenséges sajtóból is kitűnik, puszta véletlen volt, mondják. Rizzo közli, Luigi Rizzo volt a csónak parancsnok, aki kilőtte Szent István csatot. Rizzo közli, hogy a hajók erős füst kibocsátását már messziről észlelte, akkor, amikor elhatározta, hogy a Dalmát szigetek mellett addig eredménytel cirkálása után visszatér a támaszpontokra. Na most itt talán most kell szólnom, hogy a filmet, amit nem fogok tudni már vetíteni, ugye? Fizetős sajnos. Ja, igen. Aha. Én még vetíteni? Jó. Csináltak a olaszok egy filmet. Hát persze, hogy nem vallották be. Nem vallották be azt, hogy mi történt. Hát a minden hibát a Szent István építésére még erre kentek rá. Azt nem vallhatták be osztrákokra gondolom, hogy ők el akarták tenni a láb alól a Szent István csatahajót, és a olaszok meg nem dicsekedtek arra, hogy ők árulás révén jutottak hozzá ehhez a tervhöz, hogy mit is készít a monarchia elő. És, de megyünk tovább most már. Ezt a nyolcadik részt a titoktartás cím alatt teljesen laikusnak, körülsítésnek, félrevezetőnek és primitívnek veszem, bármint én. Tehát ezzel érdemlegesen nem kell foglalkozni, csak egy szóval mosoly arcon azt kell mondani az írónak, hogy nem. A hadügyminisztérium felállított egy komissziót a hajó elsüllyedésének okai felderítésére, ahol a meglévő dokumentumok alapján meghalt 89 ember, más források szerint 119, Kell admirális, aki a király nevében cselekedett, a minisztériumnak visszaadta a jelentést, hogy az nem teljes, mert az nem tartalma az esetleges szabotást és hazárulást. Fennmaradt szintén dokumentum arról, hogy megdönti azon állítás, hogy a magyar Danubius hajógyárban a hajók rossz minőségben építették meg, gyenge vízmentes válaszfalakkal és gyenge minőségű válaszfalakkal a kazánházak között. A hajó elsüllyedésének részleteit ismerjük a flotta vezérkar főnökének az emlékiratából, aki együtt hajózott Hortival az SMS Viribus Unitus zászlós hajón, kit Narvali Konek Emilnek hívtak. Ő győri születésű ember volt. Ő egy kitűnő tengerész, matematikus, aki 16 nyelvet beszélt. Horthy minden erőt összpontosított az úgynevezett Korfu terv kidolgozására. A parancsnokság mindent megtett azért, hogy a terv titokban maradjon, a Korfu terv ez a otrantúj zár felszabadítása, hogy ki tudjanak, hogy ez az a Korfu terv. Titokban maradjon, sajnos azonban a hadművelet lefolyása és annak sikertelensége a példája az ellenkezőjének. Az SMS megtorpedozása felveti a lehetőséget az árulásnak. Úgy szintén a flotta parancsnokán is volt egy megsejtése erről, de bizonyosságot csupán a monarchia szétesése után nyert, mármint a Konek Emil. 1918. december 14-én mondja, azon a napon általam ismert azon a napon általam ismert két személy utazott Lovaramból Pólába. Hangos beszédre lett figyelmes. Általunk is ismert középiskolai tanár, horvátszerb nemzetiségű, de olasz érzelmiségű beszélt két fiatalemberhez. Én ezt fonetikusan olvasom. Angela Perdita della Szent István, La Dobbiano alla nostra brava XY, a Szent, fordítom, a Szent István megsemmisítését köszönhetjük a Midicső XY urunknak. Itt most találtam ennek a hazárulnak a nevét, úgy hívták, hogy Valocsa.
XY-t jól ismertem, mondja a Kanek Emil. Azt beszélték róla, hogy a háború titokban az alaszoknak dolgozott és hordta nekik a híreket. Volt neki egy rokona, tartalékos tengerésztiszt, akinek a beosztottsága által lehettek információ a mi terveinkről, amelyeket egy pár nappal a manőver előtt szerezhetett. Lehetséges, hogy ezeket az információkat átadta az olaszoknak. Elcáfolja azt a véleményt, hogy Luigi Rizzo véletlenül talált rá az ellenségre és az ő csendes, gyors és ugró torpedó csónakjában MASZ 15-tel így elsülyeztette a két torpedóval az SMS Szent Istvánt. Rizzo éjjel ellejtőzködött a Peremuda sziget mögé a legjobb időben és észrevétlenül kihajózott a konvojon keresztül, megfordult és kilőtt a Szent István a két torpedót. Olyan pontosan találta a kazánházakat, hogy a teoretikus el nem sülyezhető hajó pár óra alatt a tengerfenekére süllyedt. Persze itt még volt az a robbantás, a harmadik robbantás bévülről. Itt volt több, ez az expedíció volt az első expedíció, ami kezdődött ez 2014. szeptember 24-én merültük az elsőt, és egy hétig tartott ez az akció. Rá egy hónapjára és egy napjára ment a magyar expedíció, tőlünk megkapták a koordinátokat, ami ismeretlen volt 76 évig. Véletlenül előző évben, 93-ban fedezték fel ezek az osztrákok, a kollégáim, akikkel én aztán mentem, meghívtak erre expedícióra egyetlen magyart. Egy kis emberi tulajdonság, ugye én tagja voltam annak a széleskörű expedíción, magyar expedíción, amit készített a Amfora Klub, a Szakó László, stb. Egy pár nagyon agilis, becsületes, búvár ember készítettek elő. Az, hogy ez így sikerült, hogy az osztrákok kerültek oda elsőnek, ez tény. Egészen másképp aztán lett ez publikálva. Nagyon szomorúan itt az emberi gyarlóság, ugye. De nem, ezt a csúnya írásokat, ezt nem buvár csinálta, hanem ezt a csúnya írást, egy könyvet adtak ki erről, aki volt a MHS főnöke, parancsnoka, országos parancsnoka, és nyugodtan, nem tudom, hogy él-e még, a neve... Meghalt az a tábornak. Meghalt? Igen. Mikor? 4 évvel ezelőtt. Akkor nem mondjuk a nevét ki, ugye? Nem kell. Na jó. Köszi, hogy beleszóltam. Na, nagyon köszönöm. És hány éves volt? Már én nem ismertem őt. 82. Jó, hát kérdős ember volt azért. Na mindegy, Isten bocsásson meg neki. Hát önnek nincs. A következő, most már nem mit tudsz vele. Tessék? Hát nem, már... Mindjárt befejeztem én, jó? Még egy-két mondat. Tehát... Nyertél? Nem valami. Igen. Mit? Na mond. Nem, csak mondom. Ja. A barátom az. De hát most a nézet. 2000, ugye ez volt, 2004-ben volt, és hát akkor akkor még 5 éve volt az, hogy itten rendetlenség volt. Az a terület, ahol a Szent István csatahajó feküdt, az nagyon szélesen le volt zárva, hogy civil hajók oda nem mehettek, nem hajozhatok be. A volt Jugoszlávia korszakában azt ki kellett kerülni. Még csak a közelébe se lehetett menni. És akkor ugye ott is ilyen rendetlenség volt, és mink egy horvát hajóval, horvát búvár barátunkkal vettünk részt ezen az expedíción, mikor 93-ban
lokalizálták a roncsot, csináltak oda egy merülést, egyetlen merülést, és a Fischer Martin barátom skúterrel körbeúszta a hajót, a 152 méter hosszú hajó, és 66,5 méter, azért ott már az idő, szóval ott nem lett. Míg levegővel merültünk, 17 perc volt a idő levegővel, tehát jó. Hát rendetlenség volt, és mink saját szakállunkra merültünk, ez igaz. Nem volt a horvát korvántól, vagy valakitől, akkor még, akkor most már összeg vagyok keveredve, volt még Jugoszlávia akkor? Nem. Már nem volt, bocsánat, de most másra koncentráltak. Tehát oda juthatunk, senki nem bántott bennünk, elég tudtak rólunk azért, mert volt kontaktus. Mink voltunk ottan, búvárok, osztrák-német búvárok, én voltam egyedül magyar búvár, akit meghívtak. Abban az időben Bécsben értem, tehénkedtem másfél évtizedig, úgy ismertek ez által. És tehát még egy expedíciót csináltunk a következő évben, ami nem sikertelen volt, mert zavaros volt a víz, viharot nem láttunk. És akkor mink leálltunk ezzel, és hát aztán folytatták a kutatást a többi búvár expedíciók. Én itten mondok dicséretet, köszönetet összes magyar búvárnak, aki ebben részt vett, úgy, mint tetlegesen, hogy ott volt, oda jutott, de azokat is leveszem a kalapomat, mert ismerem őket, akik csak tervezték, hogy majd lehet, hogy bekerülnek abba a csapatba, aki ezt a hajót megbukja, mert ez mindegyik búvárnak ez nagy dicsőség, számított és becsületbeli dolog. A búvárok között én nem találtam olyat egyet se, aki egyik a másikra beszélt volna csúnyákat. Ezt tette a, nem mondom ki a nevét, aki volt. Annyit még erről a úri emberről, hogy ő nem volt katona, hanem ő kohász volt, és egyszer csak elment Lipcsébe, ugye ottan dolgozni, mert ottan több pénzt lehetett keresni, mint kohász, és mikor hazajött, akkor megtették őt, hogy a civil embert ennyi ranggal... Altábornok. Mit? Altábornok. Hát kapott egyszerre altábornok egy rangot. Két perc alatt megkapta ezt a rangot, és ő lett a MHS-nek a főnöke. Ugye soha nem is volt katona. Hát ez olyan nagy érdemű kohász volt, hogy... Ugye? Na, és akkor... Akkor egy végigolvastam, böngésztem, és az interneten egy interjút csináltak velem, még amikor élt, és akkor ezt elolvastam. Hogy hát igen, engemet nem hívnak csőbetűvel és óbetű a keresztneve, nem úgy hívtak, hanem mondott egy német, egy olyan furcsa német nevet, hogy őneki az volt a neve, de mivel az apja a Ludovikán végzett, azért a kommunista világba őt üldözték, és hát, hogy őt ne üldözzék, ő fölvette egy gyönyörű szép magyar nevet, de ő olyan magyarnak érzi magát, ugye mondja a riporternek, hogy ő nagy magyarnak érzi magát, és ő neki élete vágya volt az, hogy a osztrák-magyar ugye, hajózással foglalkozzon, különösen a Szent István csatahajóval. Na, és akkor... Hát nekem ennyi elég volt talán. Meg amit a könyvben leírt, hát azt írta rólam, hogy ugye nem én szólított, hogy én hazug ember vagyok, és hogy nem is voltam ott. Ő sem. Hát ő nem. Én nem is voltam ott. És mikor ment a magyar expedíció, végre egy magyar ember lépett a hajóra. Tehát én nem is vagyok a cseh. Majdnem kimondtam el, nem is voltam, mert már meghalt, nem is voltam magyar ember az ő szemében. Kemény. Tessék? Csehszlováknak tartott. Hát igen, csehnek. No, biztos. Jó, akkor még csak egy ilyen gondolat. Most én föltöszöm a kérdést, ugye minden hajót a háború nem sokára vége lett, szétosztották a győztesek, maga szétbontottak mindent rosszvasnak, a Viribus Unis osztályt is rosszvasnak bontották szét, egyedül maradt a tenger mélyén a Szent István csatahajó, a mai napig ott van mementónak. Na most a Viribus Unitus megkapta a jugoszláv királyság, de egy olasz orvos
búvár, egy másik kollégája beúszott, és egy aknát helyezett éjjel a Viribus Unitis-t a jugoszláv királyság kapta meg. És elfogták őket, fölvitték a hajóra, és mondja, hogy hát mit csináltatok ti ki, diverzió, ugye, a pólai kikötőbe. És mondja, hogy meneküljetek, mert nem sokára robban időzített bomba van a hajón, és nem hitték el, föl is robbant a hajó, de nem süllyedt el, mert sekély a víz, voltam ott lent azon a helyen, kerestük valamit a Viribus Unitis Dultár, nagyon, ez hosszú, ezt nem is akarom részletezni, szóval, na, tehát kiállt az árboc még, és a második háborúban Mussolini kellett a fém, úgyhogy kezdték bontani a robbantással víz alatt, a hajót szétrobbantgatták, és úgy kiemelték a darabjait. Aztán hát még mindig útban volt, mert azért a hajózást gátolta. A mai napig ott van az egyetlen bója, hát akkor mind a félhelyiség, vagy az egész vasból bója, amihez ki volt kötve a Viribus Unitis. Most én még megkérdezem, mert az osztrák azt mondják, hogy a Szent István csata ott van, ugye egészben, hogy kié, hát a horvát azt mondja, milyenké, mi felségvizünkben van. Akkor, bocsánatot kérik, a Szent Istvánra gondoltam. Ki a Szent István? Milyenké, mi felség? Én nem, mert már nem foglalkozok 15 éve ezzel a témával, és biztos a horvát felség vízben van a hajó? Igen. Abba van? A jó. Hát akkor van, de a hajó nem az övékén, mert a Szent István... Már nem tartják a sajátjuk. Nem tart, már nem? Nem. Akkor jó. A következő tartották, van, jó. Igen, a következő van. Én 4 évvel ezelőtt voltam kint, és már nem tartják a sajátjuknak. A következőt állapították meg rajtuk, mivel ennyi halottja van a Szent Istvánnak, így örökre, tehát azért nem engednek hozzányúlni senkit, mert hogy ezek, tehát ha hozzányúlnál a hajóhoz, vagy valamit csinálnál ott, akkor kegyeletsértést követnél el, annyi lenne, mint hogyha kimennél a temetőbe, és kiásnál a halottat. Ez így becsületes, de sajnos a nevét, hogy Szent István, nem merték leszedni. Nem, a horvátok. Sem is fogják, nem is nyúlhat hozzá. Le van szedve. Hát le van szedve. Vissza van téve. Hát igen, a kópia. És a izében, a várban van, Pólában, a múzeumban. Igen, a ezt kik szedték le? Mert a horvátok nem mertek hozzá. Nekem van a Glass Istria, ilyen újság, ott a magyarokkal szedették le. Egy hajót megfosztani a nevétől. Mert nem aranyban, én is hallottam, aranyból van, nem sárga részből van. De mindegy, lényegtelen. Én akkor még megnézem, hogy nincs itt van. Én magamról nem akarok beszélni, mert elkezdtem, hogy ez a úriember, hogy írt én róla, ilyen vastag könyv megvan, hát nem csinálok én ebből problémát, és nem ismerték el azt, hogy ez az expedíció az első, az a osztrák német, hogy ott volt. A koordinátákat mitőlük kapta meg a magyar csapat szó nélkül. Tehát minek ezzel foglalkozni? Ezek kívül még egy hajónk van. És ez Kína mellett van, amit ön elsüllyesztéssel ment a tengerbe. Ez a szintén a Horthy Miklós fennhatósága alá tartozott, mikor Kín volt Kínába attasé, és ők süllyesztették el a hajót azért, mert nem tudják elfoglalni. Nem tudják elfogozni. Ma is ott van a hajó. Hát, hogy mondjam, ott van a hajónak. Jó, de hol lett a Kína az elég már visszajöttök még? Meg tőlem nem fogok. Ja, mentek meg. Jó, én... Nagyjából hol van, helyén. Kéhez közel.
Neve? Én megkérdezem, csinálom szünetet, vagy folytassuk. Ha valaki egy pár percen egy rövid szünetet csinálunk, jó? És aztán még, ha van ahhoz, én nagyon szívesen elbeszélgetnék itt, mert egymással... A szünetet, tudod, ehhez, akinek kérdése van, azt hagyd tegye föl, hogy itt van a két tenger, ördögeiből legalább öt tengerészt látok, lehet, hogy van kérdésük, vagy hozzá... Igen, az egy ilyen beszélgetést szeretnék én. Most? Nem, csinálunk egy 5 perces szünetet, jó? És utána folytassuk még, addig, ameddig van kedve.